Mátyás király, a kegyvesztett bolond. Történt ez így, hogy Mátyás király igencsak megharagudott az udvari bolondjára. Alig, hanem valami ormótlan tréfa állt a háttérben, ami megsértette az uralkodót. Így történt-e? Vagy sem? Nem tudható. Csak annyi bizonyos, hogy Mátyás király megparancsolta, hogy az udvari bolondják zavarják el a királyi háztól. Ha még egyszer felbukkan itt ez a kelek útja, mondta, azonnal uszítsák rá a kutyákat. Tehát múlt az idő, egy szép napon Mátyás király hatalmas csaholásra figyelt fel. Kikukkantott hát a palota ablakán, és mit ad Isten, azt kell látnia, hogy a száműzött udvari bolondja vigyorgó arccal bámul rá fölfelé. Hát téged kiengedett fel ide? Kiáltott rá a király a bolondra. A szolgáid engedtek be, felséges uram. És akkor mit tűznek odalent a kutyáim? Hát csak azt, ami ott szalad előttük, na és mi szalad előttük? Kérdezte egyre mérgesebben a király. Hát csak azt, ami tűznek, felséges uram, felállt a bolond. Ebben a pillanatban Mátyás király is megpillanthatta, hogy mire céloz a bolondja. Bizony egy hatalmas baknyulat tűztek a kutyák a palota udvarán. Azt a nyulat pedig maga a bolond hozta, és vetette oda a kutyák elé, hogy mégiscsak a király színe elé kerülhessen. Mátyás király mérge azonban nem párolgatta, és ráfölmett a bolondra. Többet meg ne lássalak a földemen, nem akarom látni többet ezt a szemtelen ábrázatodat. Másnap leesett az első hó, és a király szolgái ilyetten járultak Mátyás színe elé. Felséges uram, valami furcsa állat kószál odakint a vár körül. A mellső lábán 5 köröm van, a hátsó lábán pedig csak egy patája. Fogalmunk sincs, hogy miféle fenevad lehet ez. Nos, a fogta Mátyás király, és azonnal a különleges van nyomába eredt. A nyomok egyenest az udvari bolond házához vezettek. Belépett a házba a király, és ott látja a bolondját 4 kézláb, fejjel a sarokba támaszkodva, az ülepét fordítva a bejárat felé. De szélelt, Bélát, hát mit csinálsz itt? Azt parancsolhatod, felséges uram, hogy ne tapossam többet a földedet. De hát ráesett az első hó, és úgy gondoltam, hogy akkor már nem a király földén járok, hiszen csak a hóra lépek helyette. Elmosődött Mátyás király a felelet hallatán, és rászólt a bolondra. Te gézángúz, azonnal gyere ki a sarokból. Nem ijedtek, felséges uram, hisz azt is a parancsodba adtad, hogy meg ne lásd többet az ábrázatomat. A király végül kénytelen kelletlen elnevette magát, megcsóválta a fejét, megbocsátott a bolondjának, aki ilyen álhatatosan ragaszkodott hozzá, hogy a felséges hunyadi Mátyás oldalán maradhasson.